Sziasztok, kedves AVTV nézők! Ezúttal kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen opciónk van, amennyiben a hordozható audiofil lejátszóknál a legjobbat szeretnénk megkapni. Így aztán a Magyarországon elérhető egyik legjobbnak számító Astellen Kern AK120 lejátszóját próbáltuk ki, annak is a második generációját. Az AK-122 sok extrát tartalmaz és sok mindenre képes, amiket igazság szerint nem lehetne egy pár perces YouTube videón keresztül részletesen felsorolni és bemutatni. Tömören annyit róla, hogy túlzás nélkül is high-end teljesítményt produkál, jól láthatóan tenyérnyi méretből. Az iRiver cégnév alá tartozó Astellent Kern Kizárólag prémium kategóriás készülékeket gyárt, melyek mobil használatra szolgálnak. Korábban már itt az Avionline keretein belül is bemutattunk jó néhány ilyen eszközt. Az AK120 az AstroNet Kern világának egyik legfrissebb képviselője. Ennél fogva friss szolgáltatásokat és friss külsővel tartalmaz. A modern arculat egyik meghatározó eleme, az érintés érzékeny AMOLED kijelző, ami gyakorlatilag azt lehet rámondani, hogy végre. Tehát nem fizikai nyomogombot kapunk, nem egy lassú, szakadozott, gagyi felbontású kijelzőt kapunk, hanem tényleg egy olyan arculat áll rendelkezésünkre, amit jó érzéssel tudunk használni, akkor is, hogyha, hogyha egy high-end telefonhoz kell viszonyítani. Nyilván azért egy jóval testesebb, vaskosabb méretben valósul meg mindez, de nem véletlenül. Az AK-122 belsejében egy masszív akkumulátor található, ami igazság szerint nem hogy szükségszerű, hanem elengedhetetlen azoknak, akik több órán keresztül szeretnék a high-end hangzást élvezni, nem csak lejátszóként, hanem USB és dac is használhatjuk. Ráadásul az első évben, a belső évben nem egy, hanem két d konverter található, melyek szimmetrikus úton vezetik ki a jelutat a kimenetre, és ennél fogva gyökeresen más hangot kapunk, még ahhoz képest is más, úgymond jobb hangot kapunk, mint amit mondjuk a korábban tesztelt Junior produkált. Ami azért nem kis szó, és nagy mértékben magyarázatot ad a kb. 2000 eurós RC-dulára. Az LK122 kivitelezésére, minőségére tehát igazság szerint egy rossz szavunk nem lehet. Egyéb érdekesség, hogy PEM11 néven még egy opcionálisan elérhető dokkolót is kapunk hozzá, ami mikro-USB és mi volta ellenére meglepően jól használható. Gyakorlatilag csak rácsúsztatjuk, elengedjük az eszközt, és már is megy a dokkolás. Egyéb iránt a szolgáltatások tárházát tovább tartítja, hogy nem csak a rajta, nem csak a benne lévő 128 GB-os háttértárról, vagy az opcionálisan elérhető 128 GB-os memóriakártyáról, hanem az otthoni helyi hálózatunkról is képes lejátszani zenét az eszköz. Tehát, hogyha az Asztalent Kern applikációjával megosztunk egy otthoni mappát, akkor annak a tartalmát az AK-122 is látni fogja. Ez volt tehát az AK-122, ami egy érdekes színfoltot képvisel a high-end audio mobileszközök piacán. Kicsivel többet kapunk itt annál, mint hogy stúdió minőségben visszahallgatjuk a zenét. Itt igazából a mai technológiai lehetőségeknek a feszegetése az, amit, amit egy felhasználó megvásárolhat. És igazából ez az, amiről a high-endnek szólnia kéne, úgy általában mindenhol. Úgyhogy örülünk neki, hogy az Asztalán kitart a maga presztízse és a maga ismérvei mellett. Igaz, hogy meglehetősen borsos áron, de még mindig új fenn, csak sokat gyár, azt tudjuk mondani, hogy aki ugyanezt egy hagyományos hifi rendszertől szeretné visszakapni, annak még elkészülék sokszorosát kéne kifizetnie azért. Itt az egészben az a pláne, hogy a csúcsminőséget bárhol elérhetjük. Kivesszük a zsebünkből és rendelkezésre áll. Ennél még sokkal részletesebben visszatérünk az eszközre, a róla készült cikket itt tudjátok elolvasni a videó alatti hivatkozásra kattintva. Amennyiben tetszett videónk, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, ha még nem tettétek meg, és lájkoljatok minket Facebookon. Sziasztok!